Fatelepítés. A Szombathelyi Park fenntartó munkatársai 400 facsemetét ültetnek el a város területén. Szezonnyitó. Megnyitotta kapuit a korcsolyázás szerelmesei előtt a műjégpálya. Menekülés a győzelembe. Három bajnoki pontért utazik Újpestre a Szombathelyi Haladás. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! A héten megkezdte az idei fatelepítési munkálatokat a Szompark. A városi park fenntartó munkatársai több száz új egyedet ültetnek el városszerte. Madárberkenyét ültetnek a Szombathelyi Park fenntartó munkatársai a Markusovszki kórház mellett. Az utca túloldalán is ilyen fasor áll. Ez a fafajta, akár csak más utcai sorfák, bírja a levegőszennyezettséget, karcsú koronaformát neveli, kevésbé akadályozza a forgalmat. Tavasszal virágzik, és ősszel pedig a termésével díszít narancssárga, kis apró pici bogyók vannak rajta. Madarak kedvelten fogyasztják. A járdafelújítás miatt ebben az utcában eltávolították a korábban itt álló fákat, most ezeket pótolják. Város szerte 400 új fát telepít a Szompark ezekben a hetekben, mintegy 8 millió forint értékben. Idén nem elsősorban a sorfáknak a telepítése történik, hanem már a meglévő állományoknak a pótlása egy-egy helyen történik, több már elpusztult egyednek a pótlása. A lombsöpréssel és a fa telepítéssel a tervek szerint december 3. hetére végeznek, januártól pedig a fa meccést kezdik majd a szakemberek Szombathelyen. Adásunk előtt nem sokkal nyitott ki a Szombathelyi műjégpálya. A tervek szerint lesz majd nemzetközi Mikulás találkozó és fakutya verseny is a sportlétesítményben. A pálya már délelőtt készen állt a vendégek fogadására. Ezt megelőzően elvégezték a szakemberek a szükséges karbantartási munkálatokat. Nem csak arról szól nyilván, hogy a pályára fölhordjuk ezt a vizet, ami ugye jéghalmaz állapotú lesz, hanem az öltözőknek a rendbetétele, a jégpályás vezető utaknak a rendbetétele, a gépházak, tehát sok-sok feladat van, öltözők, tehát tényleg volt vele feladat, de szerencsére elkészültünk vele, és mondom még egyszer, hogy várunk mindenkit szeretettel. A 28. téli szezonját kezdi meg a műjégpálya. Nagy előnye, hogy versenysportok, diák és szabadidős sporttevékenységek is végezhetők itt. Az Újvárosliget építése Szombathelyen című projekt része a Sportra fel Szombathely program sorozat is. A szabadtéri nyári sportrendezvények után most a téli sportok kedvelőit hívják a jégpályára. 13 téli programmal várjuk majd Szombathely jeges szerelmeseit. Nagyon komoly tábor alakult ki ennek a jégsportnak, mind a diákoknak, mind az óvodásokat vagy a felnőtteket figyelembe véve. Ez egy jó családi program egyrészt, jó külön egyéni program is, baráti találkozókra, illetve tényleg a családi megmérettetésekre szolgáló programokkal várjuk. A programok között szerepel többek között a nemzetközi színes Mikulás találkozó, állóképességi feladatokkal tesztelhetik magukat az érdeklődők, lesz majd félmaratoni korcsolyázás, gyors korcsolya és fakutya verseny is. A szervezők azt remélik, hogy kedvező időjárás esetén március 1-ig fogadhatják a látogatókat. Fél éve működik a Váci utcai háziorvosi diszpécser központ. Az újításnak köszönhetően az orvosok egyre több időt tudnak a betegeikkel foglalkozni. A tervek szerint jövőre már a Szőrcsapó és a Kiskar utcai rendelőkben is létesítenek majd hasonlót. Váci úti rendelő, jó napot kívánok! Így fogadja a hívásokat a Váci Mihály utcai felnőtt és gyermekházi orvosi rendelőben a szolgálatban lévő diszpécser. Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy sokkal gördülékenyebb, ha a páciensek a telefonközpontot hívják és nem közvetlenül a házi orvost. A tervet korábban még dr. Prugberger László terjesztette a szakbizottság elé. A receptírást, a tájékoztatást, előjegyzéseket a diszpécser hölgy elintézi, a konkrét problémákat átkapcsolja az orvoshoz, adott esetben az ápolónőhöz. A jelenlegi analízisünk azt mutatja, a statisztikai analízis, hogy kb. A 60-70%-át a diszpécser önállóan el tudja végezni. Az elmúlt 6 hónap adatai szerint közel 6000 hívást látott el saját hatáskörében a diszpécser. Az ötlet tehát bevált, de vajon mi a jövő?
Igény van a nagyobb háziorvosi rendelőkben arra, hogy ez a metodika folytatódjon, ami azt jelenti, hogy a Szűrcsapó utcai és a Kiskar utcai háziorvosok fordultak igénnyel az önkormányzat felé, hogy szeretnék ezt a jó bevált tapasztalatot ők is folytatni. A Váci Mihály utcai központ rendelési időben 8-tól 16 óráig működik, a Szűrcsapó és a Kiskar utcai rendelők bejáró betegek érdekében várhatóan április 1-től kezdhet el működni a diszpécser központ. Rászoruló családok számára gyűjt adományokat az Élelmiszerbank Egyesület. Szakmai napot tartottak a Gotthárd Obszervatóriumban. Környezetismereti vetélkedőt szerveztek az Oladi iskolában. Rövid hírekkel folytatjuk. Adományokat gyűjt az Élelmiszerbank Egyesület. Az ünnepek előtt országszerte közel 140 település, több mint 250 nagyáruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tartós élelmiszereket, étolajat, cukrot, bébiételt, konzervet, lisztet, tejet gyűjtenek. A csomagokat karitatív szervezetek közreműködésével nélkülöző családokhoz juttatják el. Az akcióban közel 300 önkéntes vesz részt. Tavaly nagyjából 140 tonna élelmiszer gyűlt össze, amelyel 20 ezer rászoruló család karácsonyát sikerült szebbé tenni. Szombathelyen a metróáruházban fogadják az adományokat, pénteken 20 óráig, szombaton pedig reggel 8 és 19 óra között. Az ex-holdak ex-bolygók keletkezésének és a rendszereik stabilitásának kérdéseivel foglalkoztak neves csillagászok a Gotthárd Obszervatóriumban rendezett szakmai napon. Előadást tartott Sébastien Charnoz, a Párizsi Egyetem asztrofizika professzora is. 2017-ben és 2024-ben is indul majd egy-egy program, melynek során nagy teljesítményű, az eddigieknél pontosabb mérésekre alkalmas űrtávcsövekkel észlelik az eget. Ettől a naprendszeren kívül keringő holdak és más naprendszerekben keringő bolygók holdjainak felfedezését remélik. A programokban magyar szakemberek is részt vesznek, köztük a Szombathelyi Obszervatórium vezetője, Szabó M. Gyula. Barátod a természet, az Egészség Érték címmel szervezett környezetismereti vetélkedőt a Simon István utcai általános iskola. A 22. alkalommal megrendezett tudáspróbára alsó tagozatos diákokat vártak. A téma ezúttal a felelős kutyatartás volt. A háromfős csapatok előzetes feladatot is kaptak, egy kutyus figurát készítettek szabadon választott technikával. A vetélkedő a Brenner iskola győzelmével zárult, második helyen a Nyitra, harmadikon a Zrínyi iskola csapata végzett. Megkezdődtek a téli hajtóvadászatok. Bár vaddisznóra egész évben lehet vadászni, a Szombathelyi Erdészeti ZRT kilövési tervének 80%-át ebben az időszakban teljesítik. A hagyományokhoz híven vadászkürttel indult az első téli társas hajtóvadászat a Szombathelyi Erdészeti ZRT Hidegkúti vadászházánál. 18 vendégvadász foglalta el a számára kijelölt lőállást. Szújó Zoltán Békés megyéből érkezett. Azt mondja, az országban több vadászterületet kipróbált, de vaddisznóra itt a legkedvezőbbek a körülmények. Nagyon jó vadászatokat szerveznek itt, ezen a részen, itt Szombathelyen és környékén. Természetesen azért, mert van vad is, van disznó is, és a szakszemélyzet is perfekt végzi a munkáját, és nagyon meg vagyunk elégedve vele. Egy ilyen nyiladékban csak 1-2 másodpercre bukkan fel a vaddisznó, ezért nagyon éles hallás, villámgyors reflexek és biztos kéz kell a sikerhez. Gratulálok az elejtéshez. Köszönöm szépen. Üdv a vadásznak. Tisztelet a vadnak. A vaddisznó egész évben lőhető, a társas vadászatra viszont legkedvezőbb a téli időszak, mondja az Erdőgazdaság vadgazdálkodási csoport vezetője. Amikor az erdőbe lemegy a lomb, amikor már a malacok nagyok, akkor szoktuk novembertől januárig. Ha nagyon-nagyon nagy gond van a lelövési tervvel, rosszul állunk, akkor előfordulhat, hogy február elején is kell hajtani, de ezt már nem szívesen, mert akkor már malacok is lehetnek. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a megyében 9 vadászterületen gazdálkodik. A hatóság által meghatározott éves kilövési tervük szerint legalább 1700 vaddisznót kell kilőniük, hogy megfelelő szinten tartsák az állatállományt. A rendkívül szapora vaddisznó ugyanis nagy károkat okozhat a mezőgazdaságban és az erdőben egyaránt. A társaság, hogy teljesítse az előírást, a téli szezonban 50-60 hajtóvadászatot szervez. A hétvégén vadkárok mérséklésére a Kőszegi-hegységben tartanak állományokat.
állomány szabályozó vadászatot. A labdarúgó NB1-ben szombaton Újpestre látogat a sereghajtó szombathelyi haladás. Szentes Lázár vezetőedző bátor és hatékony támadójátékot vár csapatától a fővárosi lilafehérek ellen. A legutóbbi fordulóban felcsúton a Puskás Akadémia csapata ellen nem azt nyújtotta a haladás, amit várt a vezetőedző. Ezért az Újpest ellen már sokkal szervezettebb játékot szeretne látni. Most arra készülünk, hogy egy olyan Újpesten játszunk, akik tényleg jól szerepeltek ősszel. A legutóbbi két mérkőzésük nem úgy sikerült, ahogy a korábbiak, de pont ezt szeretnénk kihasználni, hogy olyan bátor, hatékony támadó játékot nyújtsunk, amivel gólokat tudunk szerezni. A szombati ellenfél a legtöbbet passzoló csapat az NB1-ben. Nagyon jól tartják a labdát, hátul is magabiztosak. Simon és Balog személyében pedig válogatott játékosaik is vannak. A sérült Halmosi Péter távollétében a csapatkapitányi feladatokat is ellátó Fehér Zoltán az országos sportnapilap osztályzatai alapján az őszi szezon legjobb szombathelyi játékosa volt. Eddig 10 mérkőzésen lépett pályára, most pedig gólokat vár a csapattól. Én személy szerint én szögleteknél szoktam előre húzni szabadrúgásoknál, remélem jól lenne, hogyha sikerülne egy gólt fejelem esetlegesen, de mondom, edzésen gyakoroltuk, úgyhogy remélem, hogy a csatáraink elől is lesznek helyzeteik. Úgyhogy megnéztük az Újpestnek az erényeit, a hibáit is megnéztük, úgyhogy bízunk benne nagyon sikerben. A sereghajtó szombatai haladás várhatóan a Rózsa, Simmer, Jagodics, Fehér, Zsirai, Jefremov, Iszlai, Nagy Olivér, Városi, Radó, Rocky összeállításban lép majd pályára. A találkozó szombaton 14 órakor kezdődik a tabella 7. helyén álló Lilafehér együttes otthonában. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják, híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.